A legnagyszerűbb hely talán, hogy elkezdjük, az Lukács első fejezet lesz. Ez pedig ugye az a rész, amikor is a Malák Jahua, vagy Jahua angyala hírül adja Zakariásnak és Erzsébetnek, hogy fiúk fog születni. Az ötödik verstől így kezdődik. Heródesnek, a Júdea királyának idejében valahogy Zakariás, vagy Zakaria nevű pap, az Abia rendjéből, az ő felesége pedig Ahron, lányai közül való, és annak neve Elisiba, vagy Erzsébet. Mielőtt tovább megyünk, villámgyorsan nézzük meg, hogy mi is az a Zakaria. Ugye, Zakariahu tulajdonképpen a neve, és azt jelenti, hogy Yahua megemlékezik. Ugye, az Úr az a Já helyett áll. Azok számára, akik azt mondják, hogy nem tudhatjuk a nevet, vagy nem fontos, itt egy újabb bizonyíték, hogy ezeket az embereket még mindig Héber néven szólították, és a névnek még mindig volt jelentősége. Ha megnézzük egy kicsit közelebbről, akkor láthatjuk, hogy Jahvé vagy Jah megemlékezett róla, gondol rá, és Jahvé vagy Yahua vagy Jah dicsőséges, Jahvé pedig Elohim neve. Ez ugye a héber eredetű név Zakariahu, és ez az ógörög elemzésnek az eredménye. Ha ugyanígy megnézzük Erzsébet nevét, akkor láthatjuk azt, hogy Elisiba, vagy Elisabet a neve, és annyit tesz, hogy hatalmasságom az eskü, vagy Elohim az eskü. Még néhány részlet, Elisiba, hatalmasságom az én esküm, az eskü, a szövetség hatalmassága, Elohim megesküdött, akit Elohim megtisztel, Elohimnek szentelt, ezeket jelenti Elisheba. Szóval a neveknek jelentése is jelentősége van, hiszen látjuk, hogy Elohim megemlékezett Zakariásról, és Elohim volt az, aki esküdtett és betartotta azáltal, hogy megszületett János. Következő verszakot is mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, ez a hatos, és mind a ketten igazak valának Elohim előtt, kik Jahuának minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Azaz nem lehet azt mondani, hogy ezt nem lehetett csinálni, ez egy átok, ez egy rabság, és senki nem tudta, hiszen itt az egyik példa arra, hogy igenis voltak emberek, akik tudtak úgy járni. A történet ismerős, hetes és nem volt nekik gyermekük, mert Elisheba meddő vala és mind a ketten idős emberek valának. Ugye ez előfordult Sárával, ez előfordult Jákóba, vagy Izraellel szintén, de ez egy visszatérő momentum. Ezért Jahua, az örökkévaló mondja azt, hogy ő az, aki teremtette ezt a népet, hiszen ő tette lehetővé, hogy a meddőnek gyermeke legyen, az idősnek gyermeke legyen, és a többi. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett Elohim előtt, Zakariásról beszél, papi tiszt szokása szerint rájutott a sor, hogy bemenné Jahuának templomába jó illatot gerjesszen, és a népnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatozás idején. Neki pedig megjelenik Jahuának angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől, és láttára megrettene Zakariás, és félelem száll meg őt. Ugye megjelenik a Malák Jahua, vagy Jahuának az angyala. Mondta pedig az angyal neki, ne félj, Zakaria, mert meghallgattad a te könyörgésed, és a te feleséged Elisheba szül neked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. Ha megvizsgáljuk János nevét, akkor egy újabb részlet derül ki az egész történetről. Ugye láthatjuk azt, hogy Jochanan, vagy Jochanan, és azt jelenti, hogy Jahua megkegyelmez. Ez János neve. Ugye ő az, aki alámerítő, bemerítő János, ő az apostol Jakób testvére. Jahanan jelentése Jávé, vagy az örökkévaló kegyelmes, Jahua jóindulatú, jóságos, vagy kedves. Hogyha összevetjük csak a három nevet, akkor kirajzolódik az, hogy mi is az üzenete ennek a történetek és Jánosnak. Ugye Jahua, Zakaria azt jelenti, hogy Jahvé vagy Jah megemlékezik. Megemlékezett Elisheba, ugye azt jelenti, hogy Jahvé esküdtett, és
Jókanon vagy Jókanon neve pedig az, hogy já jóindulatú vagy kegyelmes. Azaz láthatjuk, hogy azt próbálja elmondani a nevek által, hogy já emlékszik az esküvőre, amit tett, hogy jóindulatú lesz vagy megbocsát a népének. A három személy neve ezt jelenti, hogyha összeolvassuk. Úgyhogy azok, akik azt mondják, hogy a neveknek nincsen jelentése, lehet, hogy át kell gondolniuk azt az elméletet. Szóval láthatjuk azt, hogy Jánosról szól, és Zakariáról és Elisébáról ez a történet. 14, és a lényeg a 15-ösben következik, és lészen te neked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén, mert nagy lészen Jahua előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik a Ruach HaKodesh-sel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérítje Huához az ő hatalmasságukhoz. Ezzel azt szerettem volna megmutatni, hogy a Ruach HaKodesh ezek szerint igenis létezett, és az emberekben élt, még a másiák előtt is. Ugye ezt láthattuk már a Tanákból, erre voltak példák, de itt egy újabb példa, hogy a születésétől fogva a Ruach HaKodesh Jokanonnal vagy a Hukanonnal volt. Ha tovább olvassuk, ugyanezt a fejezetet, a 39-es versben láthatjuk a következő történetet. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe Júdának vagy a Húdának, városába Mária, ugye, Miriam, és beméne Zakariának házába, és köszönti Elisibát. És lőn, mikor hallotta Elisibát Miriam köszöntését, a magzat repese az ő méhében, és betelék Elisibát a Ruach HaKodesh-e, a Szent Léleke, vagy Szent Szelleme. Szóval egy újabb példát látunk arra, hogy a Ruach HaKodesh igenis létezett és volt azelőtt, hogy a másiák eljött volna. Én nem azt akarom mondani, hogy ez egy hazugság, vagy nem igaz, meg fogjuk nézni, hogy azt mire ért és hogyan kell azt értelmezni. Most egyelőre azzal foglalkozunk, hogy hogyan jelenik meg a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem a Brit Házasában, az Új Szövetségben, és mi az, amit ebből leszűrhetünk és tanulhatunk. Ugye, amint meglátta Miriamot, ugye nyilván a Ruach HaKodesh megmutatta neki, hogy ki is ez az ember, és így szólt. Fennszóval kiállta mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nekem, hogy ja, az én Adonájomnak anyja jön én hozzám. Mert ímé mihelyt a te köszöntésednek szava fülembe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdte repesni az én méhemben, és boldog az, aki hitt, mert beteljesedtek azok, amiket Jahua neki mondott. A Szent Szellem szintén azt a funkciót töltötte be, amit később megmutatta az igazságot Elisébának, mint ahogy megmutatja az igazságot az embereknek. 67-es verstől kezdődik Zakariá éneke, nem fogjuk végigolvasni, csak az elejét. És Zakariá, az ő atya, ugye Jokanon vagy Jokanon atya, beteljesedik a Ruach HaKodesh-sel, és profétál a mondván. Azaz a Ruach HaKodesh Zakariában dolgozott ugyanúgy, ahogy láthattuk Elisibában, vagy Jokanon vagy Jokanonban, és ugyanazt a funkciót töltötte be, majdhogy nem, mint amit később. Persze nyilván a vigasztaló más szerepkörben jelenik majd meg, és másként is működik, azonban a lényeg az, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellemnek a jelenléte az nem egy újdonság, hiszen végigkísérte az egész emberiség történelmét, és a másiák előtt is létezett, és igenis mutatta az utat az embereknek. Profécia itt ebben az esetben az, hogy vissza eljön hozzájuk Izrael hatalmassága, és megváltja a népét, és megszabadítja őket. Ugye ez utal magára a másiákra, a megváltóra, Jahusák másiákra, erről beszél itt Zakaria. Oké, nézzünk meg még egy példát, ez Lukács második fejezet, és a 21-es verstől kezdődik. És mikor betölt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jahusának, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. Az, aki még mindig a név problémával küzd, vagy a nevekkel, Jézusnak ez a szó Jehoshua vagy Jahusá, azaz Jahua, szabadulás, menekülés, üdvösség. Tehát az eredeti név Jehoshua vagy Jahusá ugyanaz, ami a proféta Jahusá vagy Józsué neve volt. Ezt jelenti
a másiák vagy a megváltó neve. Ez a történet háttere, hogy a 8. napon viszik körülmetélni. 25. versben így folytatja, és ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek a neve Simeon volt. Simeon is érdekes, ugyanis a név maga meghallgatás jelent, mindjárt meg fogjuk látni, hogy miért is érdekes. Meghallgattatás, meghallgatás, vagy halva. Ez jelenti Simeon, ugye görögül vagy Simeon, a héber szó. És ez az ember igaz, és Elohim félő vala, aki várta Jézsrael vigasztalását, és a Ruach HaKodesh vala ő rajta. Azaz ez egy újabb példa, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem működött a Mássiák megdicsőülése előtt is. És kijelentetett neki a Ruach HaKodesh által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja Jahuának Mássiákját vagy felkentjét. És ő a Ruach indítatásából a templomba méne, és mikor a gyermek Jahusát bevivék szülői, hogy ő érte a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjába bevé őt, és áldá Elohimet, és mondja, mostan bocsátod el hatalmasságom a te szolgádat a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek Izraelnek dicsőségére. Természetesen ez idézet Jesajáhu vagy Jézsaiás 49.6-ból, illetve 42.6-ból. Így szól, kevés az, hogy nekem szolgám légy a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. 42.6. Én, Jahua hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlözből kihozzad, és fogházból a sötétben ülőket. De a 60-as, 3-as szintén ehhez kapcsolódik, és népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámadt fényességhez. Láthatjuk azt, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, ugye ez a Hagios, Pneuma, amely megmutatta Simeonnak a profécia jelentését, illetve, hogy mi az, amit neki tennie kell. Szóval ugyanúgy vezette igazságban, mint ahogyan később vezeti az embereket igazságban a vigasztaló, vagyis a Ruach HaKodesh. Ha tovább olvasok, akkor látjuk azt a 36-os versben, hogy volt egy Áser törzséből való Anna nevű proféta asszony, Fánuel lánya, aki már igen öreg volt, és 7 évig férjével lánysága után élt, aztán özvegyen maradt. Jehusá HaMásiák születése pedig így vala. Ez Máté 1.18-tól. Miriam, az ő anyja, elégyeztetvén Jahuszefnek, vagy Józsefnek, Jahuszef, vagy József, annyit tesz, mint adjon még hozzá. József, adjon még hozzá. Mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Ruach HaKodesh-től. Ugye a helyzet az, hogy mielőtt egybekeltek, az maga a házasság kötésre vonatkozik, ugye a fizikális kapcsolat, az eljegyzésnek a végén a házasság megkezdése. Láthatjuk a szótárban, hogy házas életet él, erre utal az, azaz még nem keltek egybe, még nem éltek házas életet, ezért mondja azt, hogy mielőtt egybe keltek volna. Oké. Azonban ő már viselősnek találtaték a Ruach HaKodesh-től, a Szent Szellemtől. Ez egy újabb példa arra, hogyan a Szent Szellem működik, vagy a Ruach HaKodesh működött az emberek életében. Természetesen ez egy speciális alkalom, és szerintem ez az, amit figyelembe kell vennünk, amikor a Ruach HaKodesh, vagy a Szentlélek, és annak a működését, illetve annak a jelenlétét vizsgáljuk. Hiszen tudjuk, hogy a Másiák, Jehusá HaMásiák volt Elohim képviselője itt a Földön, és benne jelent meg teljességgel Elohim dicsősége. Ezt pedig Saul írja persze Kolossiakhoz,
Második fejezet, 9-es vers, mert ő benne lakozik, az Elohimságnak egész teljessége, testileg. Ő az, aki megjeleníti ezt. Tehát benne kell, hogy legyen a szó, ő volt maga a szó, a Tora, és a Ruach HaKodesh, ami megeleveníti azt a szót. Ezért tudta ő teljes erejéből, teljes szívéből, teljes lelkéből ezt csinálni. Hiszen a szót a Ruach HaKodesh megelevenítette, míg itt volt, benne lakozott a Ruach HaKodesh. Ezért mondta azt, hogy amíg el nem megyek és meg nem dicsőlök, addig nem jön el, hiszen ő benne volt, addig ő volt az, aki a teljességet megjelenítette, tehát az egész benne lakozott a szó, melyet a lélek megelevenített. Ez volt Jehusá HaMásiák. De nézzük, ez ki fog derülni hamarosan. Ezután Jehusza fel akarja bocsátani őt, hiszen házasság előtt ugye viselősnek találta, mikor pedig ezeket elgondolta magában, Jahua angyala egy álomban ezt mondta, ne félj magadhoz venni Mirjamot, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Ruach HaKodestől van. Azaz a szó, ami testbe ültetett, a lélektől fogantatott. Így, amikor megjelenik, ő lesz az, aki képviseli az atyát itt a földön tökéletesen. Az ő szava, az ő lelkével. Abban a formában, amiben mi élünk. Ezért mondta azt, hogy még nem dicsőítetett meg, hiszen még vele volt a Ruach HaKodesh. El kellett, hogy menjen ahhoz, hogy elküldje aztán ide. 21-es vers így szól, és ezt csak azért fogjuk megnézni, mert szerintem ez egy fontos vers, ahhoz, hogy megértsük a név jelentőségét. Szül pedig fiat, nevezz annak nevét Jahusának. Megnéztük, Jehoshua vagy Jahusá, Jahua a szabadulás, a menekülés, az üdvösség. Mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből szabadítja meg. Nem a törvénytől, hanem a bűneiből. Ez az az ember, aki megszabadítja. Ezt jelenti a neve. Jahua megszabadítja. Így megértheti mindenki a nevének a jelentőségét. Jézus nem azt jelenti. Jahusa vagy Jehoshua jelenti azt. Já megment, vagy megszabadít. Ezt jelenti a név. Ő a Szentlélektől fogant. Ő az, akiben teljességgel megvan az Atya földi formában. Nem az Atya jött el, hanem ő ebben a formában így viselkedett volna körülbelül. Már hogyha lehet egyáltalán ilyet mondani, azért mondom, hogy körülbelül, hogy az Atya ugye nem lehet elképzelni azt, hogy ő ide lejön testi formában, de ha lejönne, akkor így viselkedett volna. De nézzük meg ezt a jelenetet akkor Máté Jahu, vagy Máté 3-as fejezet 13-tól így szól. Eljöve akkor Jahusá Galileából a Jordán mellé Jokanonhoz, hogy megkeresztelkedjék, vagy bemerítkezzék ő általa. Jokanon vagy Jokanon azonban visszatartja vala őt mondván, nekem kell általad bemerítkeznem, és te jössz én hozzám. Ugye ő tisztában volt azzal, hogy ki is az, akivel szemben áll. Hiszen rajta is a Ruach HaKodesh volt. És Jahusa pedig felelvén mondta neki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Azaz, betöltenünk ugyanaz a kifejezés, plerao, amit akkor használ, mikor azt mondja, hogy nem jöttem, hogy elpusztítsam, vagy leromboljam a törvényt, hanem, hogy betöltsem. Akkor ugyanazt kell, hogy jelentse ott, mint amit itt jelent. Annyit tesz, hogy megtölt, vagy teletölt, vagy feltölt. Teljessé tesz. Nem azt jelenti, hogy ezáltal eltűnik az igazság, azt jelenti pontosan, hogy ő az, aki megmutatja, hogy ő az, aki teljessé teszi az igazságot, aki végrehajtja. Ő az, aki befejezi azt a munkát, ami el volt kezdve, aki megmutatja, hogy hogyan kellett volna ezt csinálni. Aki által teljesül, vagy megvalósul, vagy beteljesedik, így érti azt. Nem úgy, hogy ezek után már nem kell azt tovább folytatni, hiszen akkor igazság nem lenne. De a lényeg nem is ez. És Jehusa megkeresztelkedvén, vagy bemerítkezvén, azonnal kijöve a vízből, és íme az egek megnyilatkozának neki, és ő látta Elohimnek lelkét, vagy ruáhját alájönni, mint egy galambot ő rá szállani. És íme egy égi hang ezt mondja vala, ez amaz én, szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az a pillanat, amikortól a Ruach HaKodesh vele él, és ő benne fog lakozni mindaddig, amíg ő meg nem dicsőül. Így nem kell, hogy legyen egy vigasztaló, hiszen ő itt van a Földön. Ő az, aki beteljesíti ezt, vagy betölti ezt a funkciót.
Nézzük meg ugyanezt a történetet Jahukanon elmondásában az első fejezetben, Nék pedig a 29-es verstől másnap látta Jókanon Jahusát, ő hozzá menni és monda, ímé Elohimnek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én ezt mondám, én utánam jöjj egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Ez ugye visszautal arra az Aleph and Ta, Alfa és Omega, hogy ő volt az, aki az egész világot teremtette, ugye az Atya teremtette ő általa az egész világot. Erről beszél ő itt. Ez az, amiről beszél Jelenések könyve, Higalú első fejezetben, az első vers, Yahusha HaMashiach kijelentése, vagy Apokalipszis, amelyet adott neki Elohim, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, ő pedig elküldvén az ő angyala által megjelenti az ő szolgának, Jahukanonnak vagy Jokanonnak. Szóval az atya, a Mashiach, az ő angyala, és utána Jokanon. Ez a hierarchia, ahogyan az üzenet eljut hozzánk. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, ezt mondja Adonai, aki van, és aki vala, és aki eljövendő, a mindenható. Természetesen tudjuk, hogy Jehusá Hamásiák nem azonos az atyával, hanem hozzá van alárendelve ugyanúgy, ahogy az összes többi más, természetesen ő mindenek fölött áll, hiszen ő az atya szava, azonban úgy hozza az üzenetet, mintha az atya beszélne, ezért mondja egyes szám első szemében. Utána megismétli ezt, és így szól, én Jahukanon, aki nektek atyátok fia is vagyok, társatok is, a Jahusá másiák szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, mely Patmosnak neveztetik, Elohim beszédéért és Jahusá másiák bizonyságtételéért. Azaz ennek a két dolognak még mindig meg kell lennie az ember életében ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerüljön. Elohim beszéde, azaz az ő torája, és Jahusá HaMashiach a megváltó bizonyságtétele. Ugye itt ez a szó, Martyria, amiből a mártír szó keletkezett, tanúskodás, vallomás, bizonyság vagy bizonyíték, azaz ő hisz a Mashiachban. És ezt jelenti ki neki. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó. Ez az, amiről beszéltem az előbb. Erre utal, amikor azt mondja, hogy én utánam jöjj egy férfi, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál. Ez az, amiről beszél. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. Ez ugye az ő saját bemerítésére vonatkozik, ezt is meg fogjuk vizsgálni. Később is bizonyságot tönni a Hukanon mondván, láttam ruákot leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldte engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nekem, akire látod a ruákot leszállani, és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel a ruák hakodással. És én láttam és bizonyságot tettem, hogy ez Elohim fia. Azaz ez volt az a tanúbizonyság, hogy látta a ruák megjelenését, és azt, hogy ez megnyugodott Jehusá HaMashiachon, hogy ő volt az a proféta, akire Izrael várt. Ez volt a tanúbizonyság, hogy ő lesz az, aki a ruák hakodással keresztel. Nem úgy, mint ő, Jehukanon, aki vízzel keresztel. Ugyanezt a történetet írja le Lukács vagy Lukács 3. fejezet 21-es verstől, azonban nézzük meg, hogy mi az, ami kiderül innen. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép bemerítkezett, és Jahusa is bemerítkezett, és imádkozott, megnyilatkozik az ég. Azaz mindenki, aki ott volt, bemerítkezett, ugyanúgy, ahogy Jahusa HaMashiach is. És leszáll a őreá a Szent Szellem, vagy a Ruach HaKodesh, testi ábrázatban, mint egy galamb. És szózat lőn mennyből, ezt mondván, te vagy amaz én szeretett fiam, te benned gyönyörködöm. Vagyis mindenki bemerítkezett, de csak ő rászállt le a Ruach HaKodesh, mint egy galamb. Ő volt az, akit betöltött, annak ellenére, hogy mindenki bemerítkezett. Ez az, amiről beszél 1 János 16-os fejezetben, mikor azt mondja, hogy láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta. Ez volt a bizonyság, akire látod a ruákat leszállani, és rajta megnyugodni, azaz, aki keresztel a Szent Szelleme. Ez volt a bizonyság, amit leírt az előző versben, Lukácsnál, a 3. fejezetben, hogy rászállt a ruák hakodás, ő Elohim fia. Ez
És én láttam és bizonyságot tettem, hogy ez Elohim fia. Azaz rajta kellett, hogy legyen, és rajta kellett, hogy megnyugodjon, különben nem lett volna bizonyság. Ez volt a bizonyság arra, hogy ő az, aki hordozza magában a Ruach HaKodest, és ő a két lábon járó Tora maga. Ez a bizonyságtétel az, amit Lukács leír a hármas fejezetben. Úgyhogy a Ruach HaKodest, ő rajta maradt, és ő volt az, aki ezután azt hordozta. Máté Jahu 9-es fejezet erre ad némiképpen magyarázatot. Akkor Jehukanon tanítványai jövének hozzá és mondják. Miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, de te tanítványait pedig nem böjtölnek? A kérdés az, hogy miért nem sanyargatják meg a szellemüket, a lelküket, és mondja nekik Jahusa. Vajon szomorkodhatik-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Azaz ő még itt van személyesen. Megjeleníti nekünk az, hogy hogyan kellene élnünk. Az atyát tulajdonképpen testben, lélekben, és az ő szavát megjeleníti. Ezért nem böjtölnek a tanítványai, hiszen ő még teljességgel itt van közöttük. Ő hordozza a Ruach HaKodest, és ő a szó az, aki köztünk jár. Ezért mondja azt, hogy miért szomorkodna a násznép, míg a vőlegény velük van. Máté 3. fejezet 12 szintén ad egy újabb információt ehhez az egész képhez, mert így szól. 11-es verstől. Én ugyan vízzel merítelek be titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő a Ruach HaKodesh-re és tűzzel merít majd be titeket, akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Azaz Jehukanon különbséget tesz a saját bemerítése és a Mássiák bemerítése között. Ő azért hívta az embereket, hogy megtérésre szólítsa fel őket. Megmutatván az utat számunkra, hiszen a megtérés feltétele annak, hogy a Ruach HaKodesh bennünk éljen, és elkerüljük azt a pusztulást, amiről beszél egyébként maga a Mássiák is Máté 13-as fejezetben. A magvető példázatában mind a kettőben egyik ugye az, amikor arról beszél, hogy valaki konkolyt vetett, ekkor azt mondja nekik, szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Ez az, amire utalt Jehukanon. A vetés megtörtént, amikor ő eljött azzal, hogy hirdette a jó hírt, megmutatta az embereknek az utat, és elküldte a Ruach HaKodesht. Ezután azonban az embernek ki kell tartania azért, hogy ne legyen, hogy az a konkoly, amit elvetett az ellenség, az ne folytsa meg őt, és ne fertőzze meg, és ne váljon ő maga is konkolya. Ezért mondta Jehukanon, hogy térjetek meg, és aztán a Ruach HaKodesh vezet benneteket. Így tudja az ember elkerülni azt, hogy őt ne égessék meg a végén, hogy ne legyen konkoly. De elmagyarázza ő maga, az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig a malakím vagy az angyalok. Aképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő malakjait, az angyalait, az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat, mind és azokat, akik gonoszságot cselekesznek, gonoszság, anómia, törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés, törvény nélküli állapot, azaz a Tora megszegése, és bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Az igazak azonban fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában, akinek van füle, hallásra hallja meg, azaz akinek értelme van, figyeljen ide és hallgasson. Szintén erről szól Lukács 3-as fejezet, mégpedig a 15-östől. Mikor pedig a nép várt, és szívükben mindazon gondolkoztak Jehukanon felől, hogy vajon nem ő-é a Mássiák? Azaz a nép tudta, hogy el fog jönni egy megváltó. Ők vártak erők, tisztában voltak azzal, ami történni fog, csak nem tudták, hogy mikor. Azt hitték, hogy ez Jehukanon. Felele ezért nekik, mondván. Én ugyan keresztellek, vagy bemerítelek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó sarujának kötőit megoldjam, az majd keresztel, vagy bemerít titeket szent lélekkel, vagy Ruach HaKodesh-re és tűzzel. Elmondja ugyanezt a példázatot a csűrről, a gabonáról és a tűzről, és utána így szól.
és még sok egyebekre is intvén hirdeti a jó hírt a népnek. Azaz a jó hírt már elkezdte hirdetni. Mi a jó hír? A megtérés. Ezért mondta azt, hogy én bemerítelek titeket a megtérésre. Ez a jó hír. Térj meg, és utána élhetsz, és megkapod a Ruach HaKodest, aki elvezett téged. Ez volt a jó hír, meg ez is mind a mai napig. Ezek után nézzük meg még egyszer akkor Jehokanan vagy János 7-es fejezetben a 37-39-es verseket. Az ünnep utolsó nagy napján, ez ugye a sátrak ünnepe, pedig feláll a Jahusa, kiállta mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a lélekről, a ruákról, amelyet veendők valának az ő benne hívők, mert még nem vala Ruach HaKodes, mivel hogy Jahusa még nem dicsőítették meg. Nézzük meg, mit jelent az a szó, hogy dicsőítették. Ez annyit tesz, hogy dicsőít, magasztal, dicsőségessé tesz, vagy megdicsőít. A szó maga, a doxa szóból ered, vélemény vagy nézet, jó vagy rossz vélemény valakiről, hírnév tekintély, tisztesség, dicsőség. És ha tovább haladunk, látjuk, hogy ez a dokeo kifejezésből ered, mely annyit tesz, hogy gondol, vél, hisz, vagy valaminek látszik, valami jónak látszik. Ha tovább olvassuk, akkor rájövünk, hogy mi is az, amiről beszél, hogy nem dicsőítették meg. Nem feltétlen úgy érti, hogy mi gondoljuk a dicsőítetést, hanem úgy, hogy minek látszik, mi ő maga. Amíg fel nem ismerik az emberek, hogy ki volt ő maga, addig nem küldi el a Ruach HaKodest. Ehhez végig kellett menni az egész folyamaton, ugye, hogy hirdetni a jó hírt, meghalni, feltámadni, és utána elmenni, és majd visszaküldeni. Erre érti azt, hogy nem dicsőítették meg. Ezért mondják sokan azért a sokaság közül, halván a beszédet, bizonnyal ez a ma proféta. Ez az az ember, akire vártunk. Némelyek mondják, ez a másiák? Mások mondják, csak nem Galileából jön el a másiák? Nem az írás mondta, hogy Dáud magvából és Betlehemből, a ma városból jön el a másiák, ahol Dávid vala? Hasonlás lőn azért ő miatt a sokaságban. Azaz még eddig nem volt világos az embereknek, hogy ő az, a másiák. Ezért nem volt még Ruach HaKodes. Volt már ő benne, ő volt az, aki hordozta, azonban még nem jöhetett el az emberek közé, hiszen nem tudták, hogy ő ki. Bizonyosságot kellett, hogy tegyen az atyáról és arról, hogy ő Elohim fia. Ezek után, ha megvizsgáljuk újra János vagy Jehokanan 14-es fejezetet, 12-es verstől, akkor sokkal inkább érthető, hogy mi is az, amiről beszél. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. 15-ös versben így folytatja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Azaz az atya küld egy másik vigasztalót, az igazságnak a ma lelkét vagy ruhákját, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Küld majd egy másikat. Jelen pillanatban ő az a vigasztaló, akiről szó van. Azonban amikor elmegy majd, akkor küldeni fog egy másik vigasztalót, és az lesz az a Ruach HaKodes, ami az ember benn fog majd lakni. A más kifejezés az a görög szó alos, melynek jelentése más, másik, egy eltérő vagy egy további vigasztaló az, amit küldeni fog az emberiségnek. Jelen pillanatban ő az, aki vigasztalást hozott nekik, hiszen ő volt az, aki bemutatta, hogy mi a jó hír, hogyan kell élni, mi az, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy az atya elfogadja őket, és végre visszatérhessen hozzá mindenki, aki szeretne, és elszakadjon a bűnös életétől. Azonban el fogja küldeni a másik vigasztalót, aki lesz majd a Ruach HaKodes. 21-ben így folytatja. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az atyám. Kit szeret az atya, aki megtartja a parancsolatait? Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak, ahogy tette itt is. Így folytatja 23. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt,
És ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Hogyan? A ruák hakodás által. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, melyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyája, aki küldött engem. Tehát nem lehet egy másik üzenet az, hogy mostantól nincs Tóra, hogyha az atyától jött, hiszen ő nem változik meg. Malakiás 3-6, én Jehova nem változom meg. Szóval ugyanaz kell, hogy legyen az üzenet, ami mindig is volt. Ama vigasztaló pedig a Ruach HaKodesh, vagy a Hagios Pneuma, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket elmondottam nektek, ami az Atyától jön, tehát ugyanaz, ami eddig volt. Ez a vigasztaló, ez a másik vigasztaló lesz a Ruach HaKodesh, ami az emberekkel fog élni. Ezért mondta azt, hogy még nem volt Ruach HaKodesh, hiszen a Mássiák volt az a vigasztaló, aki akkor az emberek között élt. Nézzük meg a 15-ös fejezetet, hogy itt miről beszél. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek. Hogy lehetséges ez? Azért mondta azt, hogy ő majd megtisztít benneteket a Ruach HaKodesh által, hiszen a Szent Szellem beszélt belőle, és az a szó, ami kijött belőle a Tora, azt tisztította meg. János 17:17 mondja, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Így tisztítja meg. Elmondta azt, hogy mi az út. Elmondta a jó hírt. Megmutatta, hogy mi az igazság az Atya akaratával kapcsolatban. Így mindenki, aki hallotta, az új lappal indul, hiszen már tudja, hogy mi az igazság. Így tisztítja meg őket. Mire hívja fel a figyelmet? Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, azaz legyetek olyanok, mint én. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Azaz, ha nem ugyanúgy élünk, ahogy a nő, akkor nem lesz gyümölcs olyan, amit elfogad az atya. Én vagyok a szőlőtő, mondja, ti a szőlővesző. Ő a szőlőtő, hiszen ő hozta el a tanítást, a Tórát, aki hozzá csatlakozik, annak ugyanúgy ezt kell hirdetnie. Így lesz ugyanabból a tőből, azután lesz majd gyümölcs annak, amit csinál. Miképpen a szőlővesző. Ja, bocsánat, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, teremhet majd gyümölcsöt a későbbiekben. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ő az, aki a tudást adja. Ő az, aki elküldi a vigasztalót, a Ruach HaKodesh. Ezért mondja, hogy ő nála nélkül semmit nem cselekedhetünk. Hogyha az ember nem úgy él, ahogy ő élt, akkor nem fog a Ruach HaKodesh benne élni. És így nem ugyanazt a gyümölcsöt termi majd, amit ő elvár. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. És egybegyűjtik ezeket, és tűzre vetik ezeket, és megégnek. Úgy, ahogyan mondta korábban, amikor azt mondta, hogy a Ruach HaKodesh-el és tűzzel keresztel. Ugyanazt elmondja még egyszer. Aki nem úgy él, annak marad a tűz. 8-as vers, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nekem tanítványai. Akkor vagyunk az ő tanítványai, hogyha úgy élünk, ahogy ő élt, és akkor fogja a világ látni, megérteni, megjeleníteni a világnak, akkor tudjuk, hogy az atya milyen. Hogyha úgy élünk, nem akkor, hogyha úgy élünk, mint a világ, csak éppen beszélünk össze-vissza. Nézzük a 22-esben mit mond. Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna nekik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteniük az ő bűneiket. Miért? Azért, mert tudatlanságban voltak. Annyi fogságból tértek már vissza, hogy elfelejtették, hogy mi az igazság. Így örökre félresiklott volna az emberiség sorsa. Eljött, megmutatta. Mostantól nem mondhatja senki azt, hogy nem látta, hogy hogy kellene élnie. Ezért mondja azt, hogy mostantól nincs mivel takarozni senkinek, hiszen eljöttem, megmutattam, elmondtam, aki nem akarja megérteni, az ezentúl magára vesse. Ez természetesen a farizeusokra és az írástudókra vonatkozik, azonban a történelem során mindenki másra, aki úgy gondolkodik, ahogy a legtöbben ma, hogy a Tora az egy probléma, vagy az egy negatív dolog. Ha a ma cselekedeteket nem cselekedtem volna közöttük, amelyeket senki más nem cselekedett, nem volna bűnük. De most láttak is, gyűlöltek is mind engem, mind az én atyám. Az, aki a Toráról úgy beszél, ahogy az emberek ma, azok mind gyűlölik őt, hiszen az ő cselekedeteit nem ismerik el. 26-os.
És ez igazából a lényeg. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak ruhája vagy lelke, aki az atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. Hiszen az meg fogja mutatni mindenkinek, akiben az él, hogy ez az ember volt a másiák, akit mindannyian vártak, és akiről mi tudjuk, hogy a világ megváltója lett. János 16, 7-es vers így kezdődik. De én az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöv el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Nem jön el, hiszen itt van bennem. Úgy értve, hogy ő benne akkor. A Tora plusz a Ruach HaKodesh, ez volt az, amire szükség volt, hogy a világ megértse azt, ami az Atya üzenete. Ez az a vigasztaló, amelyik majd, ha eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisztek én bennem. Hiszen mindenki, aki nem hisz ő benne, annak vállalnia kell a felelősséget majd a saját tetteiért. És az a saját bűneiért lesz felelős. És nem hiszik el azt az üzenetet, amit ő hozott. Az az, ami megmutatja, hogy mi a bűn, és mi nem, hiszen ezt elmondta korábban, hogyha nem jövök el, nem tudják, hogy mi az a bűn, mert megmutatta nekünk az utat. Igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Azaz, hogy ő az igazat mondja. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy ez, amit mond, az az atyától jön, hiszen ő onnan jött, és oda megy vissza. És igazat mond, hiszen úgy lesznek a dolgok, ahogyan ő azt elmondta. Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett, és mindenki, aki őt követi vele együtt, az, aki nem hisz benne, aki nem úgy él, ahogyan a másiák élt, az mind megítéltetett a világnak fejedelmével együtt. Nézzük, mi az értelme a vigasztalónak. Mikor eljő amaz, az igazságnak ruhája vagy lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Egyelőre ő itt van, velünk. Ezért mondja az, hogy mikor eljöjj, majd ő fog vezetni minket helyette. Erre a rövid időre ő itt volt, vezette a világot, megmutatta, ő volt a fény, ezután elmegy, és elküldi a vigasztalót, vagy a Ruach HaKodesh, és az fog tovább vezetni minket minden igazságra. Mi az igazság? Az ő igéje. A Hokanan János 17:17. Szented meg őket a te igéddel, a te igéd az igazság. Ez az, amire elvezérel minket a ruák. Ha nem arra vezérel minket, akkor nem az a ruák él bennünk, amelyik tőle jön. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Amiket hall az atyától, őtőle indul ki ez az egész. Nem saját dolgait szólja, azaz nekünk nem kell kitalálni, hogy ez így van, vagy sem. Ami le van írva, azzal összevetjük azt, amit a ruák, ami bennünk él, mond, és így tudjuk, hogy az az igazság, hiszen az atyától jön, és megjeleníti nekünk a jövőt, azaz tudni fogjuk, hiszen ez a proféció, ugye megértjük azt, hogy mi az, ami következik, és mi az, ami le van írva. 14-15-tel befejezzük, ez engem dicsőít majd a ruák, hiszen igazzá teszi azt, amit ő mondott, elvezet minket ugyanoda, ahogyan ő élt, mert az enyémből vesz, hiszen ő az atyával van egyben, és megjelenti nektek mindaz, ami az atyái, az enyém, ezért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti nektek, hiszen ő az atya szava, a ruák pedig az atya lelke, ami segít minket. Ezért mondja, hogy az enyémből vesz, hiszen én, vagyis ő, az atya szava. Ami az övé, az az atyája, ami az atya gondolata, az ő, és abból vesz a ruák. Így közvetíti ez számunkra. Ez a Ruach HaKodesh feladata. Míg ő itt volt, addig nem volt erre szükség. Szóval ez a Ruach HaKodesh feladata. Ezért mondja azt, hogy mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Hogy ne kért, nem tudtak kérni, hiszen még nem ismerték. Ezért jött el, hogy megmutassa az atya szavát, ez volt az ő neve, Yahusha. Megmenti a népét a bűntől. Ezért mondja, hogy nem kértetek semmit az én nevemben mostanáig, hiszen nem ismerték. Mint ahogy mi sem egy ideig. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom nektek, hogy én kérni fogom az atyát ti értetek, mert maga az atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én Elohimtől jöttem ki. Azaz nem kell,
hogy elmagyarázza ezt nekik, hiszen megértették. Mi nekünk is meg kell érteni, hogy ő az atyától jött, ugyanazzal az üzenettel. A mi feladatunk az, hogy kérjük az atyát, hogy vezessen minket ezen az úton, vezessen el magához. Mindenki, aki ezt kérte, az a Ruach HaKodesh-t kapta meg, hiszen az az, ami elvezet minket az igazságra. És onnan utána elkezdett élni azon az úton, amit az atya kitalált számunkra. Az pedig nem más, mint a Tora követése. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőből. 28. Kijöttem az atyától, és jöttem a világba, ismét elhagyom a világot, és elmegyek az atyához. Onnan jött, oda megy vissza. Nem egy új dolgot hozott, végig arról beszél, hogy az atya az, akit nekünk keresnünk kell. Természetes, hogy ő megmutatta az utat, a Szent Szellem elvezet minket hozzá, azonban ő az, aki az atya ő, aki a gondolkodásunk központjában kell, hogy legyen. Ezért kell, hogy csináljunk mindent. Az atya pedig megmondta, hogy mi az, ami számára kedves. Ennek az elérésében segít nekünk a Szent Szellem azáltal, hogy ő vezet. Ezt erősíti meg Lukács 11. fejezet 11-es vers. Én is mondom nektek, kérjetek és megadatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőknek megnyittatik. Arról beszél, hogy aki keresi az atyát, aki keresi az igazságot, aki a teremtőnk útját, Jahua útját szeretné járni, az kér, és annak megadja az atya azt. Az keresi az igazságot, és azt meg fogja találni. Az kopogtat az ajtón, és annak meg fogja nyitni, és azt vezeti majd az úton. Erre való a Ruach HaKodesh. Ezt a Szent Szellem, ezt írja le a 13-ban, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Gonosz, ugye, ez esetben poneros, rossz állapotban levő, haszontalan, hibás, silány, káros, gonosz, semmire kellő, hitvány, gyáva, férfiatlan, stb. Ezt jelenti a gonosz. Az, aki semmire kellő, aki a törvény nélkül él. Ha ti ilyenek vagytok, és ennek ellenére szeretitek a fiaitokat, hogy ne segítene nektek az atya, mikor a jót akarjátok, mikor őt keresitek? Mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok Ruach HaKodesh-t azoknak, akik kérik tőle. Mindenki, aki járni szeretné az utat, függetlenül attól, hogy kicsoda, micsoda, mit csinált, és tiszta szívéből akarja azt, akkor annak segíteni fog az atya. Erre való ez a Szent Szellem, ez a Ruach HaKodesh, ami vezet minket, hogy elvezessen minket ezen az úton. Ő itt volt, megmutatta az utat, benne lakott a Ruach HaKodesh, elment, és visszaküldte azt, hogy vezessen minket ő helyette. Azért mondja, hogy az atya, vagy ő küldi, mindegy, hiszen ő egy az atyával. Ezeket ecsetelte mindez idáig. Nézzük, hogy ez hogyan teljesedik be a valóságban. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes fala odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. Ez ugye a Hukanon, 20-as fejezet, és az első verstől kezdődik. Ez a feltámadáskor megjelennek, keresik, és ugye nem találják meg. Aztán leírja, hogy csodálkoznak, sírnak, nem tudják, hogy mi történt, mert nem tudják valamíg az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Azaz nem értették meg, ami a Tanákban már le volt írva proféciaként, hogy ez fog történni majd a másiákkal, és fel fog támadni. Zsoltárok 16:10, mert nem hagyod lelkemet a Séóban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Ezután ugye megjelenik Miriamnak, vagy Máriának, és mikor ő Mária vagy Miriam keresi őt, és így szól, ne illess engem, mert nem mentem még fel az atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én hatalmasságomhoz, és a ti hatalmasságotokhoz. Ugye ekkor Miriam elmegy és elmondja a tanítványoknak, hogy mi az, amit látott. Ezután pedig megjelenik a tanítványoknak is, ekkor már, amikor azok összegyülekeztek, megmutatja nekik a kezeit, illetve az oldalát, azok elhiszik, hogy ő az, és így szól hozzájuk. Amiként engem küldött vala az atya, én is, aképpen küldelek titeket. És amikor ezt mondta, rájuk lehelle, és mondta nekik, vegyetek
szent szellemet vagy ruach-hakodest. Azaz most, hogy már feltámadt, és elküldte őt az atya, így adja nekik a szent szellemet. Ugyanúgy, ahogyan őt az atya elküldte, ő is úgy küldi el ezeket az embereket, és adja nekik a ruach-hakodest, ahogy neki adta az atya, hogy ugyanazt cselekedjék, amit ő cselekedett. Éljenek a törvények szerint, és hirdessék ezt mindenki másnak, hiszen ez a jó hír. Aki a Tora szerint él, és teljes szívéből, teljes lelkéből cselekszi azt, és hisz abban, hogy Jehusa HaMashiach volt az áldozat, és ő az a Mashiach, akit várt a világ, az az, aki eljut majd az atyához. Ez az út, és a Ruach HaKodesh ezen az úton vezet mindenkit. Akit nem ezen az úton vezet, akkor az egy másik ruák. Fel kellett, hogy menjen. Apostolok cselekedetei második fejezetben szintén ez az idézet hangzik el, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Szó szerinti idézet ugye Zsoltárok könyvéből, ráadásul itt hozzáteszi, hogy Dávid ezt mondja ő róla. Ugye ezt megnéztük már egy korábbi részben, de még egyszer csak annyit erről, hogy bebizonyítja nekik, hogy ez a karakter, akit ők megöltek, ez volt az a másiák, akikre mindvégig vártak. Utána megmondja nekik azt, hogy nem hagyatott a lelke a sírban, hanem feltámadt, ahogy azt meg fogjuk nézni. Ez volt az a Jehusa, feltámasztotta Elohim, minek mi mindjárt tanúbizonságai vagyunk. Azaz ezek az emberek, akik itt voltak, tanúsítják azt, hogy valóban ez volt az a másiák, hiszen ők vele jártak, vele éltek. Annak okáért Elohimnek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Ruach HaKodesht megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Így érkezett meg a Ruach HaKodesh ezekhez az emberekhez itt apostolok cselekedetei második fejezetben. Át elhozta ide a szót a Ruach HaKodesh által megelevenítve, tanította az embereket, megmutatta, hogy hogyan működik ez a valóságban, elszenvedte mindazokat, amiket el kellett, elvállalta az áldozatot, aztán visszatért és bebizonyította, hogy ő az, mint ahogy meg fogjuk nézni most mindjárt, és utána elment és visszaküldte azt, és megosztotta a világgal, hogy mindenki, aki járni akarja az utat, annak legyen egy vigasztalója, illetve egy segítője. Először az atyához, így megdicsőült, és utána jött vissza, és így képes volt a Ruach HaKodesht az emberiségnek átadni. Hiszen látjuk, hogy itt még nem érinthette meg, azonban mikor visszatért, akkor pedig Tamás már megérinthette, hiszen azt mondja, hogy hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, bocsáss az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Úgyhogy ez volt az, amikor megdicsőült, és onnantól kezdve képes volt a Ruach HaKodesht az emberiségnek átadni. Ez a története a Ruach HaKodeshnek, és hogy miért is nem volt, és hogy hogyan érkezett el, és mi volt ennek a menete. Nem volt, hiszen a másiákban volt, és ő volt az, aki mutatta az utat. Meg kellett, hogy dicsőüljön, hogy aztán visszaküldje nekünk arra a rövid időre, amíg ő itt volt, addig nem volt rá szükség, hiszen ő volt az a vigasztaló, és egy másik vigasztaló kellett. Nagyszerűen fejezi be Jehukanon, vagy János a 20-as fejezetben, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jehusa a másiák, Elohimnak fia, és hogy hívén életetek legyen az ő nevében.